agrárlogisztikai központ épült Nyírbogáton. A november elején átadott létesítményben a térségben megtermelt terményeket tárolják és válogatják. Kiemelt jelentősége van a helyben termelt élelmiszernek, amely nem csak egészséges, de mivel nem 1000 kilométerről kell ide szállítani, még a környezetet is védi. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter az átadón azt mondta, Nyírbogáton jól hasznosulnak az uniós források. A mezőgazdasági termelésre épülő logisztikai központ, amely egy lépéssel ismét feljebb viszi a térség ellátottságát, és a környezettel való kapcsolattartásban is a központi szerep kivívását, Nyírbogát jövőjét is jelenti. De mindannyian tudjuk, hogy a jelen és a jövő csak akkor tud megvalósulni és tovább épülni, hogyha nem elégszünk meg a jelenben már elért eredményekkel, éppen ezért mindig tovább is kell lépni. Az elmúlt évek azt bizonyítják, hogy Nyírbogát ebben is rendkívül tudatos, stratégiai gondolkodású emberek által vezetett összetartó közösség. Éppen ezért, amikor büszkén hivatkozunk arra, hogy Magyarország az Európai Unió tagállamai közül az egyik legsikeresebb az Európai Uniós források felhasználása tekintetében, hiszen míg az Európai Uniós átlag alig haladja meg a 71%-os hasznosulást, addig Magyarországon rendre 80% fölött végzünk, és az idei évben is nagyon úgy néz ki, hogy meg fogjuk haladni a 80%-ot, hiszen már most, még amikor 2 hónap hátra van az évből, már 80%-os teljesülésnél vagyunk, akkor büszkén mutathatunk Nyírbogátra is, mint példaként, mint referenciapontként. Nyírbátorba látogatott a Kubai Köztársaság magyarországi nagykövete november első napjaiban. Guillermo Vázquez Moreno a történelmi épületek mellett a város egyik legnagyobb gyárát, az Unilevert is megtekintette. Máté Antal polgármester azt mondta, a jövőben kulturális és gazdasági területen is jó esély mutatkozik az együttműködésre Nyírbátor és a karibi ország között. Nyírbátorban az elmúlt 10 évben nagyon sok nagykövet ellátogatott, én ezt egy fontos dolognak tartom, bár elsőre adott esetben egy városlakó gondolhatja, hogy ez csak egy protokollális találkozás, de az ilyen beszélgetések mindig nagyon sok lehetőséget tartogatnak, akár kulturális, akár gazdasági, akár turisztikai együttműködés vonatkozásában, és a mai nap során is a különböző helyszíneken, a különböző egyeztetéseken több esetben felmerült esetleges jövőben együttműködés. Nagyon színes kulturális élete van Kubának, és nagyon színes kulturális élete van a városnak. Itt biztos, hogy fogunk találni kapcsolódási pontot, de az Unilever gyárlátogatás kapcsán még gazdasági lehetőségek, új piacok tekintetében is van lehetőség. Miután a nagykövetség együttműködik a külgazdasági minisztériummal, akár még ebből is kialakulhatnak olyan gazdasági előnyök, ami nem csak az ország, hanem akár a város számára is fontos lehet. Novemberben derült ki, hogy Tiszadobon dolgozik az év házi orvosa. Dr. Szerényi Nikolett a megelőzésben és az egészségmegőrzésben kidolgozott módszereiért kapta a magas elismerést. A házi orvos azt vallja, hogy a betegségeket elsősorban megelőzni kell, amihez már a gyermekkorban kezdődő egészségnevelés, valamint megfelelő szűrővizsgálatok szükségesek. Az, hogy a betegek úgy gondolják, hogy csak akkor kell orvoshoz jönni, amikor betegek, ez ugye ez olyan szempontból rossz, hogy pont a prevenció az, ami nagyon fontos, hiszen itt korai stádiumban szeretnénk betegségeket kiszűrni, ezáltal korai stádiumban kezelni ezeket a betegeket. Sőt, van olyan betegünk, akik korai stádiumú kezelést kaptak, és ezáltal nem alakult ki, vagy nem alakultak ki a szövődmények, sőt, meg is szűnt a betegség. És ezért ez egy nagyon rossz koncepció, hogy csak akkor keresik fel a rendelőt, kvázi bennünket, hogyha betegek. Mi azt szeretnénk, hogyha a prevencióban vennének részt. De 2019-ben volt egy nagyobb szabású prevenciós akció, akkor nagyon sokan jöttek el. Európai szinten is egyedülálló talajvédelmi termékek előállítását teszi lehetővé az a fejlesztés, amely egy Besztelecen adtak át november második hetében. Mint egy 500 millió forintos beruházással olyan lomtrágyát tud előállítani egy ott működő családi vállalkozás, amely az uniós agrárökológiai programnak is megfelel. Az új besztereci üzemből kikerülő növénykondicionálók akár az idejéhez hasonló aszály esetén is javítani tudják a növények túlélési esélyeit. Az átadón Feldman Zsolt államtitkár úgy fogalmazott, az itt kidolgozott módszer igazi magyar innováció. Itt ma egy olyan üzemben vagyunk, egy olyan üzem átadásán, ami ezt a uniós szinten elvárt, a gazdálkodási érdekekkel összhangban lévő
elváráshoz szükséges inputanyagot tudja a magyar piacon is adott esetben más uniós ország, vagy más piacokon is kiszolgálni. Parki sétányt alakította ki a Kálvária Park területén Rakamazon. A beruházást 10 millió forinttal támogatták a vidékfejlesztési programból. Az önkormányzat pedig több mint 8 millió forintnyi önerőt tett hozzá. A novemberi átadó ünnepségen a 2022-ben született rakamazi gyerekek tiszteletére életfát is ültettek. A Kálvária Parkban 2019-ben az önkormányzat önerős beruházásból egy játszóteret épített. Ennek több mint 10 millió forint értéke, új játszótéri eszközöket helyeztük el, és ezt a játszóteret a gyermekek használták, de most ehhez kapcsolódóan álmodtuk meg ezt a továbbfejlesztését, és itt már a felnőttek által is használható, tehát a felnőtteknek a szabadidő hasznos eltöltésére, illetőleg sportolásra is alkalmas, tehát futásra is alkalmas sétányt, illetőleg parki sétányt alakítottunk ki. Hát bízunk benne, hogy nem csak az idegenforgalom rendül fel, hanem az itt lakóknak a szabadidejének a hasznos eltöltéséhez is hozzájárultunk, amellett, hogy a települési környezet is szépült. Indiai orszarvú bébi született a Nyíregyházi állatparkban. A csöpség november 4-én közel 50 kg-os súllyal jött világra. Az indiai orszarvú végveszélyben lévő faj, ezért tenyészprogram keretében is szaporítják őket. A mak egészséges bikaborjú születése hatalmas szakmai siker az állatpark számára. Az egyik rekorder az emlősök között, hiszen 16 hónapnyi vemhesség után születik egy kis orszarvú. Ő kb. Olyan 40-50 kg-os testsúllyal született, és mindig rizikós, hogyha egy anyaállatnak az első borja utódja, de Aruna, a 11 éves Berlinből érkezett állatunk, mint anya, folyamatosan figyeli a kicsinyét, és nagyon jól gondoskodik róla. A virtuózókban csaknem egy évtizeddel ezelőtt feltűnt Boros Misi, a zongora hercege lépett fel Nyíregyházán a Philharmonia Magyarország hangversenysorozat november végi koncertjén. Az idei szezonban még különböző projektek lesznek, szólókoncertek, zenekarokhoz is van felkérésem, illetve egy-két nagyobb produkcióban is majd benne leszek, úgyhogy változatos, és... Igen, számomra ez jó, mert az én egyéniségem is, én azt hiszem, hogy több oldalú, tehát az, hogy nem csak szóló koncerten, hanem egyéb területeken, akár balettáncosokkal is élő produkcióban jelen legyek, ilyen is lesz majd, meg volt is már, az különleges és hozzám közel áll. A Junior Prima díjas ifjú tehetség Chopin és Brahms műveivel kápráztatta el a közönséget.